úgy gondolom, hogy a gyerekekre fordított figyelem, törődés az a legnagyobb és a legjobb befektetés. A gyerekekre különösen oda kell figyelnünk az ünnepek kapcsán, mivel minden ünnepünknek van valamilyen olyan vonatkozása, ami a gyerekvilágnak egy bizonyos részét tölti ki. És a karácsonyi ünnepkör is hordoz magával egy ünnepet, ami a Mikulás ünnep, és valamikor irgalom, jóindulat, emberi törődés és isteni gondviselés indíthatta azt a Miklós püspököt, aki nevéről kapta ez az ünnep a nevét, és ő valóban segíteni akart, örömet szerezni, és ha ez így ott van a köztudatban, én azt mondom, hogy nagyon fontos a gyerekeknek ezt a vágyát, reményét valahogyan beteljesíteni. Mert ameddig ők a mesevilágban élnek, ebben a gyermekkori képzeletvilágban, én azt mondom, hogy a felnőtteknek nem az a feladata, hogy kiábrándítsanak, kiokosítsanak, kioktassanak egy 2-3-4 éves gyereket, hanem elsősorban az a feladata, hogy örömet szerezzenek nekik, és ragyogást, csillogást a szemükbe. A mai alkalom a Somi Református templomban a környékbeli gyerekek gyűltek össze, olyan gyerekek, akik különösen örülnek a mai ajándéknak, a Mikulás látogatásának, mert nem olyan mindennapos az életükben az ajándék, és talán kevesebbet ragyog, csillog a szeme ezeknek a gyerekeknek a körülmények miatt, a nehézségek miatt, ami őket körülveszi, amiben ők élnek. Ezért fontosnak tartom pont értük azt, hogy eljöjjön egy Mikulás, és megajándékozza őket. Emberi gondoskodás és törődés, szeretet van mögötte, a felnőttek szeretete, felnőttek törődése, de ezek a felnőttek megtapasztalhattak valamit az Isten szeretetéből és gondviseléséből, és ezért készek akár Budapestről, akár Székelyudvarhelyről eljönni, és örömet szerezni ezeknek a kis kicsinyeknek, a kisgyerekeknek. Én azt tartom fontos szempontnak, hogy ha egy ilyen ünnep alkalmával is, hogy mi a cél, kit érintünk úgy meg, kinek okozunk örömet, és kinek változik az élete jobbra, kinek lesz több kedve, és lehet valamikor felnőtt fejjel olyan helyzetben lesz, amikor azt mondom, hogy majd hinni kell a csodában. Lesz egy alap, és ezt nem tudjuk mikor használjuk majd.